Sporttörténelmi siker született az elmúlt hétvégén a rövidpályás gyorskorcsolyázók torinói Európa-bajnokságán, ahol Liu Shaolin Sándor megszerezte az első magyar egyéni EB aranyat 1000 méteren. Liu Shaolin Sándort és Knokk Viktort köszöntöm itt a stúdióban. Hát először is hadd gratuláljak mindkettőtöknek, de külön neked ezért a történelmi sikeri. Hát ez szépen gyűjtöd ezeket, ha jól tudom. Köszönöm. Világbajnokságban is sporttörténelmet írtál, junior korodban is tök jó eredményeket szereztél. Hát igyekszem, szerencsére már nem kevés fűződik a nevemhez, és reméljük, hogy majd még több fog jövőben. Viktor, számodra milyen volt ez a torinói Európa-bajnokság? Azért neked itt egy hatalmas siker fűződik a nevedhez. Igen, hát ilyen keserédes volt, mert elég jó formában zoktam, úgy gondolom, úgyhogy jól teljesítettem, de sajnos kevés volt. Közel voltam a dobogóhoz, de most már minden évben közelik a dobogóhoz, és sikerül felállni sajnos. Illetve hát a váltóval, ugye azt nem titkoltuk, hogy megszerettük volna nyerni az 5000 méter váltót, de sajnos elestünk, úgyhogy az elég nagy tüskét hagy a lelkemben. Tehát kaptunk már egy nagyobb pofont, úgyhogy felállunk és megyünk tovább. Milyen, amikor ebbe a csarnokba belépsz, mennyire jön vissza az olimpiai 5. hely? Hát az elég régen volt, már is elég fiatal voltam, úgyhogy nem mondom, hogy elérzékenyültem volna, amikor megérkeztem. Úgy egy pár napban ismerős volt a terep, hogy akkor mi merre volt, hogyan volt felépítve a stadion, de hát a versenyre fókuszáltunk, úgyhogy nem ezzel voltam elfoglalva. Én úgy gondolom, hogy azért már évek óta, azt hiszem, hogy Lina az edzőtök, szinte egészen elképesztő fejlődésen megy keresztül a rövidpályás gyorskorcsolya sportunk, és tulajdonképpen nem lettünk csalódottak, mert mindenhol ott van a nevünk. Tehát ha bármit elolvasunk, akkor rögtön azt hívják, hogy a magyarokra számítani kell, és ez nem csak a férfi, hanem a női szinten is gondolom. Darázs István azt mondta, hogy a legnehezebb talán, ha a sikert megszereztük, azt megtartani. De úgy gondolom, hogy azért ez a csapat kudarc, azért azt nem mondanám, hogy kudarc lett volna, azért mégiscsak egy olyan, amit még nem is egy ilyen nem megtartott sikernek mondanék, hanem a korcsolyasportban azért ez nagyon gyakran előfordul, nem? Ezt úgy gondoljuk, hogy mindig van hova fejlődni igazából. Ez a sport is olyan, mint a tudás, akárhogyha azt szoktam mondani, hogy a tudás akkor, mint a tenger, hogyha össze szeretnénk gyűjteni a tengernek az összes cseppvizét, akkor nem tudjuk, ugyanúgy, ahogy nem tudunk megtanulni mindent egy élet során, és van hova fejlődni, úgyhogy szerintem nem álltunk meg, egy végtelen lépcsőfokú lépcsőn sétálunk feljebb, és próbáljuk minél gyorsabban, és minél szebben a lépcsőnek a tetejére felérni. Egy laikus számára azért nem feltétlenül biztos, hogy érthető az, hogy miben lehet itt még fejlődni. Mint a futás. Elindulnak, gyorsan kell futni, el kell az eredményeket. Mi kell hozzá, hogy még fejlődni tudjatok? Hát igazából vannak technikai részei is, technikai fejlődések. Mondjuk a korcsőcipőre értem, a korcsőpengére értem, és mentálisan is van egy csomót fejlődni, hogy hogyan tudjuk kezelni olyan szituációkat, amikre nem számítunk, amire nem vagyunk felkészülve. Tehát ilyen dolgokra kell gondolni. Mennyit tud ebben, és akár a mentális részében is Lina segíteni? Mert ő azért egy egészen más stílust hozott be, ugye? Igen, abszolút egy más kultúrát hozott be, más edzés megszokást hozott be. Szerintem, személy szerint én maximálisan tudom érzékelni, hogy nincs nálunk pszichológus, nincs velünk pszichológus a csapattal, de abszolút segít, és tényleg ő is próbálja megoldani ezeket a szituációkat, hogy ilyen problémákon ne tudjunk elcsúszni. Ha már ezt a mentális segítséget megemlítetted, ugye Viktor, te azt tudod, hogy az egyéni eredményeket szeretnéd jobban hozni. Ha ilyenkor csalódott vagy, akkor ezt hogyan tudod kibeszélni magadból, vagy hogyan tudod magad áttenni ezen? Hát úgy szokott kinézni, hogy vált után mondjuk egy-két óráig vörös felhúzik a fejemben, és teljesen kész vagyok. Utána egy-két nap, hogy még el vagyok keseredve, és akkor utána, mondom, kaptunk már akkor a pofonokat mondjuk Szocsi előtt, hogy ahhoz képest ez nem egy túl nagy dolog. Megyünk le az edzésre, edzünk tovább, megnézzük, mi a következő célunk a szezonban is, és afelé dolgozunk. Ezek pofonok? Vagy tulajdonképpen olyan törvényszerűség, amikkel nem lehet mit csinálni? Tehát elcsúszol, ha meglöknek, ha kiesel. Hát volt már olyan ausztrál olimpiai bajnok, korcsolyában, akit ugye senki sem számított volna, és mindenki kicsúszott előtte. Tehát azért itt a szerencse egy hatalmas faktor. Igen, ez benne van, és tudja mindenki, aki ezen a szinten korozik, hogy ennek előfordulna. 5000 méter váltó, az 45 kör belefér való vegyes, és sajnos. De ilyenkor mindig igazságtalannak érzi az ember, mert úgy gondoltuk, hogy ez a mi elbénk lehet, meg tudjuk nyerni a váltót végre, nem voltunk még a rovanyokok váltóval. És hát rosszul esik az embernek, amikor ez így nem jön össze.
De hát végül is voltunk már ugye máskodon, tehát volt nekünk volt szerencsénk váltóból, úgyhogy azért oda-vissza megy úgymond. De mondom, amikor az ember a rossz végén van ennek a dolognak, akkor azt mindig rosszul érzi magát. Egy picit lépjünk vissza erre a történelmi sikerre, az Európa-bajnoki címedre. Nem tudom, jól tudom-e, de mint hogyha a világkupa sorozatban, pont ebben a számban a testvéred állt volna jobban, mint te. Igen, én, hát ugye 4 világkupán vagyunk túl, és sajnos még 1000 méteren se indítottak, úgyhogy lehet, hogy ezért rá most jobban, öcsém. Nem tudom, lehet, hogy éppen csak a szerencse volt, hogy az előbb is mondtad, hogy én nyertem meg, és nem pedig az öcsém. De a tavaly, hogyha tavaly követte valaki a tavalyi szezont, akkor tudja, hogy az 1000 méteren elég jól szerepeltem, azt hiszem 4. lettem, vagy 3. Úgyhogy ez egy erős számom, ez 1000 méter, úgyhogy lehet, hogy ezért nem is indultam az idei szezonban még, de majd reméljük, hogy még többet sikerül majd gyakorolni. Ilyenkor, amikor sokan vagytok együtt a döntőben, hiszen volt, hogy 3-an is ott voltatok, nem pont 1000 méteren, de akár abban is, mennyire tudjátok segíteni más? Most azt mondtad, hogy a testvéred fogta ugye a mezőnyt, te pedig próbáltál elől koncentrálni, ott maradjál az élen. Hogy zajlik ez köztetek ilyenkor? Megbeszélitek, vagy egyszerűen az első 1-2 kör után valami kialakul, és akkor arra ráálltok? Igazából az 1500 méteren ugye mind a 3-an együtt koriztunk, és az sokkal hosszabb volt, és azt hiszem úgy mentünk fel a pályára, hogy próbáljuk egymást segíteni, és tényleg kipróbálunk valamilyen taktikát egy tanulásképpen. Hát sajnos ez nem sikerült úgy, ahogy szerettük volna, voltak kisebb csapaton belüli ütközések is, de egy nagyon jó tanulásnak veszem, tehát szerintem nagyon jó tapasztalatszerzés volt. És az 1000 méterre pont úgy mentünk fel, hogy nem fogunk együtt egy csapatként dolgozni, és mégis sikerült egy csapatként dolgozni, úgyhogy ez még egy rejtély számunkra is, hogy hogyan működik ez, és reméljük, hogy a jövőben több ilyen lehetőségünk lesz, hogy mondjuk 1500-an mind a 3-an ott vagyunk, és egymást tudjuk majd segíteni, és akár mind a 3-an a dobogóra tudunk állni. Azért rengeteget utaztok együtt, rengeteg időt töltötök együtt, az edzések, hát talán többet, mint a családdal, ugye neked már egy pici fiad is van, aki igényt tartana rád. Mennyire tudod te ezt összeegyeztetni? Hiszen azért gondolom az apai szív azért haza is hívna. Igen, hát nem is edzéseken, inkább versenyeken érzem azt, hogy kicsit nehezebb, amikor elmegyünk egy 3 litre Kanadába, vagy 3 litre Ázsiába, kicsit nehezebb ott lenni. De hát ez van, ez az, amit csinálunk, ezzel foglalkozunk. Ezt kell működésre bírni az életünkben. Igyekszem otthon, nem ennyit tudok két edzés között, de az általában meg úgy néz ki, hogy ha nehéz edzéseink vannak, hogy ha hazaesek 11-re, akkor eszek, alszok és megyek vissza edzésre, úgyhogy hát sajnos ez van, de haladunk egy cél felé, hogy olimpián szeretnénk ott lenni és minden jobban szerepelni. Gyakorlatilag mindent beáldozunk a cél érdekében, úgyhogy csináljuk tovább. Mennyire van köztetek néha konfliktus itt csapaton belül, vagy edzőpartnereken belül? Annyit vagytok együtt? Úgy gondolom, viszonylag ritkán, tehát hogy meglepően ritkán. Egy-egy edzőtábor végén azért vannak összezőrenések, de így, amikor itt vagyunk, edzünk vagy versenyeken, nem nagyon szokott lenni a csapaton belül konfliktus szerintem, ami szerencsés is, mert úgy nehéz lenne azért rossz utávon együtt edzeni. Ki a lobbanékonyabb? Ki az, aki mondjuk a másik oldalon meg mondjuk lecsitítja ezt a, hát ha nem sok, de konfliktus? Hát tényleg, hogyha valaki látná, vagy tudná, hogy mennyit szoktunk összekedni, akkor tényleg meglepődne, hogy ennyire kevés, hogy ennyit össze vagyunk zárva. Nem tudom, hogy ki szokott inkább nyugtatni, szerintem pont az az ember, aki nincs benne ezekbe a vitákba, és azt egymást szoktuk, tehát kölcsönös szerintem mindenki felé, hogy próbáljuk a másikat nyugtatni, hogyha akár olyanra kerülne a sor. Mi a következő feladat? Mi vár rátok még? Hát ugye az olimpia, hiszen az egy nem olyan nagyon távlati cél most már, de most ebben a világkupa sorozatban. Hát még elmegyünk Dresdába, ha jól tudom, akkor Észak vagy Fehéroroszországot kihagyjuk. Dresdába szeretnénk, hát a váltót meg kellene nyerni, és akkor megnyernénk az összetett világkupát, ami nyilván egy nagy célunk. És akkor ez a váltó hiány is, ami most benned van, talán egy kicsit enyhülne. Hát nem mondanám, mert az Európa-bajnok lenni az mégiscsak szebb, mint világkupa összetettet nyerni. Nekem még nincsen világkupáról érme, amit szeretnék, esetleg pótolni volt majd a 4. helyem, tehát ott is közel jártam, de most se sikerült felállni a dobogóra, illetve hát még a VB maradt hátra, amit ismét szeretnék megnyerni, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Csak egy mondat, neked mi lenne még a cél? Most olyan sok mindent sikerült már begyűjteni. Hát tényleg a váltót azt nagyon, nagyon a szívünkhöz vettük, mert tényleg ki volt jelentve, hogy a magyar csapat nagyon esélyes, és ő az egyik legjobb csapat, aki most elindul.
Úgyhogy reméljük, hogy a váltóval sikerül, és hát ugye 500 méteren most harmadik vagyok, remélem, hogy sikerül majd a top 2-be benne lennem a 5. világkupa után. Hát így legyen, sok sikert kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen.